estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják május 30-án, hétfőn este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Gyermeknap, színes programok sátora a Jóújhelyen. 17. alkalommal rendezték meg a Zemplén Társastánc Fesztivált és koreográfus versenyt. Mazsoret Fesztiválra várták a családokat a hétvégén. Május utolsó hétvégéje is színes programokkal telt, hiszen a vasárnap a gyermekeké volt. A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ gyermeknapi műsorral várta az érdeklődőket. Az egésznapos forgatag a Sétáló utcán vette kezdetét, ahol a Hétszínvirág óvoda nevelői arcfestéssel készültek a gyerekeknek, de az esős idő miatt a Latabár Színházban folytatódtak a programok. Az eső sem riasztotta el a családokat a gyereknap ünneplésétől Sátoraljaújhelyen. Volt, aki még arcot festett, de több asztalnál is ügyeskedtek a gyerekek és a szüleik a rossz idő ellenére. A további programok viszont már a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban folytatódtak. A pandémia miatt 2 éve a gyereknapot sem tudták megszervezni. A kedvezőtlen időjárás miatt bekényszerültünk ide a Művelődési Központba. Nyilván itt a létszámban egy kicsikét a érdeklődésben egy picit visszafogja a nézői létszámot, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok gyerek most már úgy mondhatom, hogy szállingózik be ide a színházba, és hát folytatódtak a programok. Nagyon örülünk, hogy most az idén már újra meg tudtuk ezt szervezni, hiszen ez is, mint oly sok program, 2 év kihagyás után került megrendezésre. Most itt a Latabár Színházban folytattuk a programot, kell mindig egy B-terv, egy esőhelyszín. Polgármester úr köszöntötte itt a gyerekeket, illetve a szülőket. Szamos Völgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere köszöntője után a gólyalábas kert csinálók szórakoztatták a gyerekeket nagy sikerrel. Mi a kert csinálók társulattól vagyunk tulajdonképpen. Hát most már 7 éve foglalkozunk ezzel, és tulajdonképpen nem is tudom, hogy hogy jött ez az egész nekünk. Egyszerűen csak így láttuk, és így megtetszett, és azt mondtuk, hogy mi ezt ki akarjuk próbálni, és azóta így beleragadtunk ebbe az egészbe, így csúnyán szólva, mert szeretjük és imádjuk, szeretünk nagyon a gyerekekkel foglalkozni, szeretünk minden olyat, amivel be tudjuk vonni az embereket, és egy kis vidámságot tudunk csinálni az ő életükben, mert hát ezekben a szomorkás napokban, ugye akár most, hogy esett az eső, meg minden ügyelvek, legalább ennyi vidámságot tudunk csinálni az embereknek a mindennapjaiban. A lufi hajtogatás után bábszínházat láthattak az érdeklődők, a Csizmás Kandúr meséjét elevenítették meg a színészek, majd egy kis szünet után a 90-es évek üde színfoltjaival, Papritával és Bodnár Attilával bulizhattak a családok. Paprita elmondása szerint soha nem gondolták volna, hogy több éven keresztül fog rájuk emlékezni a közönség. Én részemről itt elsősorban magamról beszélek, de tudom, hogy Attilánál is hasonló a dolog, hogy amit én belülről érzek, nekem az az öröm, hogy én adni szeretek. Tehát kimegyek a színpadra, és akkor azt, ami bennem van, azt az örömöt, hogy én most boldog vagyok, hogy itt vagyok, azt át szeretném adni. És amikor visszajelzéseket kapok, nekem az a tökéletes boldogság. Tehát nem volt ez a fajta elképzelés, hogy most akkor ne felejtsenek el. Viszont az egy csodálatos dolog, hogy amikor most megyünk bárhova fellépni, jönnek ilyen 35-40 éves felnőttek, hozza a kicsi gyerekét, és akkor elmondja, hogy hát én úgy szerettem ezt, és olyan jó volt. A rossz idő ellenére is egy színvonalas műsort láthattak az érdeklődők, így sikeresen zárult a Sátoraljaújhelyi Gyereknap. Immáron 17. alkalommal rendezték meg a Zemplén Társastánc Fesztivált és koreográfus versenyt. A kétnapos program sorozat keretében 8 szervezet, 24 tánccsoportja és 6 koreográfusa kitartó munkájának eredményét láthatta az érdeklődő közönség. A szervezők és résztvevők egyaránt kiemelték, a már nagy hagyományokkal rendelkező verseny programjai most, 2 év pandémia után örömünnep volt számukra. Első napon a koreográfusok versenye, majd szombaton délelőtt a standard nap, kora délután a menetszamba és végül a táncosok latin napja. Első hallásra minden a hagyományok szerint zajlott Sátoraljaújhelyen a városi sportcsarnokban, a Zemplén Társastánc Fesztivál és koreográfus versenyen. 5 kategória, 24 csoport és szebbnél szebb produkciók, ez is az idei program jellemzője volt.
Egy dologban azonban mindenképp eltért a 17. alkalommal megrendezett kétnapos esemény. Két év pandémia után nem a minősítés volt a legfontosabb a fellépő táncosok és a szervezők számára sem. Az örömtánc és az újra találkozás volt az, ami meghatározta annak hangulatát. Nem feltétlenül kell díjért jönniük, de lényeg, hogy jöjjenek és mutassák meg magukat, és van, aki például ennek nagyon örült, hogy most nem, nincs igazán annyira tétje, mert hogy esetleg elmeri hozni azt a nebulóját is, aki talán nem lesz olyan aranyos, vagy ezüstös, vagy bronzos, ha ezt most élesbe kéne csinálni, de legalább el tud jönni, és lát egy nagy verseny, igazi nagy parkettán van, nem kis művési házban vagy tornateremben van beszorulva, hanem valóban a méretnek megfelelő parkettal, nagy közönség, és a hangulat, a feeling is nagyon fontos itt, nagyon kihangsúlyoznám azt, hogy ennek a, hát amikor fogják hallani a kedves tévénézők majd a felvételek, hogy itt micsoda sivítás van, amikor egy-egy csapat van, és a másik csapattag meg még lent van a széken, és egymásnak is drukkolnak, és ez a fajta összhang, ez a fajta együtt lét az, ami igazából adja ennek a fesztiválnak a, hát már ezt a korát. Természetesen, akik parkettra léptek, a lehető legjobb tudásukat adták. Ki ne tudná, hogy a tánc próbálva és nézve is egy kikapcsolódást, egy örömet okoz az embernek. Én hiszem azt, hogy mint minden esemény sorozatnak, ennek is kell legyen egy motorja, ez pedig nálunk Schweitzer Tamás és az iskola, amelyik évről és évre megszervezte és megszervezi ezt a programot. Ez egy fontos nap a város program naplárában. A tánccsoportok szakmai minősítése bár megtörtént, mégsem egyéni díjazásban részesültek, hanem mindenki egy igazán különleges ajándékkal térhetett haza, amely magába foglalta az arany, az ezüst és a bronz minősítést is jelképesen. Nagyon különleges esemény ez a Sátoraljaújhelyi Fesztivál, hiszen a táncosok így az iskola év végén be tudják mutatni azt a produkciót, amit egész éven dolgoztak, és hát egy olyan hangulattal telik itt ez a hétvége folyamatosan, hogy örömmel járnak vissza a gyerekek és a tanáraik. Az elmúlt két évben nem sikerült a fesztivált megrendezni a jelenlegi helyzet miatt, és hát egy újraindító fesztivállal ismételten megjelentek a csapatok, akik az utóbbi 15 évben is itt voltak. Az, amit kapnak a gyerekek, az a csapattársaktól, a közönségtől leírhatatlan élmény. Nagyon örültünk, hogy ez a verseny idén megszervezésre került, és készültünk rá a csoportunkkal, mert hiányzott már nekünk a fellépési lehetőség. Ugye a Covid alatt akár a falunapok, akár a versenyek is hanyagolva voltak, és ez egy új kihívás volt a gyerekek számára. Jövő esztendőben már nagykorú lesz a fesztivál, hiszen 18. alkalommal ad majd lehetőséget a fiataloknak arra, hogy bemutassák tánctudásukat. Így az is egy különleges év lesz a programsorozat életében. Így búcsúztatták a szervezők a résztvevő táncosokat. A Holdfény Mazsoret csoport és a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ két év szünet után újra megrendezte a Mazsoret Fesztivált. Erre az eseményre több táncos csoport is érkezett, így egész délután csodálhatták az érdeklődők a mazsorettes lányokat. Voltak anyukák és voltak olyan kislányok is, akik csak egy-két éve vagy pár hónapja tagjai a csapatoknak. A zenét a Sátoraljaújhelyi Lavotta Művészeti Iskola dobcsoportja és az Emődi Fúvós zenekar szolgáltatta. A nap keretén belül pedig a hagyományos mazsoret szépe választás is helyet kapott, így az ügyes, önbizalommal teli kislányok és nagylányok is megmutathatták a szépségüket és tudásukat. Újra mosolygós, vidám lányok lepték el a Sátoraljaújhelyi sétáló utcát. Két év kihagyás után ismét megszervezték a Mazsoret Fesztivált. Messzebbről is érkeztek vendégcsoportok, így Kisvárdáról, Dombrádról, Cigándról és még Újfehértóról is. A Holdfény Mazsoret csoport több éves baráti kapcsolatot ápol velük, így már visszatérő vendégek erre a napra. Újné Schneider Hedvig, a Holdfény Mazsoret csoport vezetője és alapítója szerint sikeres napot tudhatnak maguk mögött. Én nekem nagyon tetszett. Először is az, hogy jó idő volt, mert ugye az egész országban itt-ott esett az eső, és féltünk, hogy talán itt is esni fog. Igaz, hogy új helyben már húsvét óta nem volt csapadék. Tehát az idő jó volt, a csoportok nagyon ügyesek voltak, lelkesek voltak, a zenekar vidám volt, úgyhogy én elégedett vagyok, azt gondolom, hogy sikerült minden, és a végén jól is lakott mindenki. Ezen a napon a talpalávalót a Lavotta Művészeti Iskola dobcsoportja mellett az Emődi Fúvó zenekar szolgáltatta.
A sátoraljaújhelyiekkel több éves múltra tekinthetnek vissza. Ezt a full zenekart én 8-10 éve vettem át a volt zenekari karmestertől, Alansi Györgytől, és ők alakítottak ki még egy kapcsolatot Sátoraljaújhelyen. Szerintem ez úgy volt, hogy itt Sátoraljaújhelyen működött egy full zenekar, aztán jött egy fellépés nekik, akkor ők visszamondták, és akkor az Emődi full zenekart, ha jól emlékszem, akkor ők minket hívtak, és aztán utána mentünk, összepasszoltunk, tetszett a közös munka mindenkinek, és utána együtt mentünk Lengyelországba, Rybnikbe, ahova most is készülnek a mazsarettek, a mazsarett és fúj zenekari versenyre, és rengeteg helyre mentünk közösen. A Sátoraljaújhelyi Kis Csillag Mazsarett csoport óvodásai és kisiskolásai mellett Újfehértúrról is érkeztek kisebb gyerekek. 6 éve alakult meg a Szivárvány csoport, ők ugye 9-11 évesek, a kis Margaréták pedig 4 és 7 évesek, akik tavaly kezdték, de van, aki csak pár hónapja táncol velük együtt. A mai napra 17-en jöttünk, mivel 3 nagyobb leányzóm iskolai elfoglaltság miatt nem tudott itt lenni. A mazsarettes lányok nem csak csapatban, de szólóban is nagyon jól teljesítettek, és a bátrabbak a Mazsarett Szépe versenyen is részt vehettek, ahol több korcsoportban lettek kihirdetve a győztesek. A Sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság is nyitott kapukkal várta a hétvégén gyermeknap alkalmából a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezésében országszerte kapcsolódtak be a tűzoltók ebbe a kezdeményezésbe. Borsodabolyi-Zemplén megyében 16 hivatásos tűzoltóság mellett 7 önkéntes tűzoltó egyesület is betekintést engedett munkájába. Városunkban a gyermekekből a legnagyobb izgalmat természetesen a szebbnél szebb tűzoltóautók váltották ki. Láttam egy magas házat, láttam egy van ennyi tűzoltóautót, és láttam még egy borást. Minden kisfiú szeretne tűzoltó lenni, de nem ritka, hogy a sziréna és a tűzoltó autók a kislányokat is lenyűgözik. Társadalmilag elismert szakma ez, így nem csoda, hogy a gyermeknap keretében sokan éltek a lehetőséggel, miszerint a tűzoltóságok nyitott szertárkapukkal várták a családokat. Nem volt ez másként Sátoraljaújhelyen sem, ahol a hivatásos tűzoltók meséltek a gyerekeknek arról, hogy melyik eszközzel milyen munkát végeznek. Szeretnénk megmutatni a fiataloknak, hogy hogyan is kell elképzelni a tűzoltói hivatást, hiszen a legtöbben akkor találkoznak tűzoltókkal, amikor az út mentén elsuhan egy piros szirénázó autó, és jobb esetben csak ilyenkor találkoznak a tűzoltókkal. Rosszabb eset már, amikor beavatkozás közben látják őket. Azt szerettük volna, hogy tapasztalják meg ők közelről, testközelből, hogy milyen pontosan a tűzoltóknak a munkája, melyek azok az eszközök, amelyeket a tűzoltók nap mint nap használnak. Médiában mindig lehet hallani a sokat apostrofált feszítővágó berendezést. Most megnézhették a kicsik, meg is tapogathatták ezeket a különleges eszközöket, amelyet csak a híradásokból ismerhetnek. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem mutassuk ezt a gyerkőcöknek, hiszen ez egy állandó utánpótlást is biztosít az állomány számára, hiszen azok a gyerkőcök, akik megszeretik, nagyon közel kerülnek a tűzoltói munkához, előfordulhat, hogy később majd maguk is tűzoltók szeretnének lenni. Sátoraljaújhelyen műszaki mentő, vízszállító és létrás autó is várta a gyerekeket. Volt egy csomó tűzoltóautó, és ilyen élményben még soha nem volt részem, mert egyszer, ha voltam tűzoltóautón, de nagyon jó volt. Nagyon tetszik a hely, csomó tűzoltóautó, a legkedvesebb tűzoltók vannak. Hát még én azt remélem, hogy ki lehet majd próbálni mindegyik kocsit meg, hogy majd be lehet menni az épületbe is. Csak azt nézzük, hogy azok a gyerkőcök, akik érdeklődnek a tűzoltók munkája iránt, azok tudatosabban bánnak otthon a lánggal. Legyen ez akár főzéshez, világításhoz, bármihez használt láng, és a tudatos gyerkőcökből lesznek majd később a tudatos felnőttek. Hogyha most megtanítjuk nekik,
hogy melyek azok az alapvető tűzbiztonsági szabályok, amelyeket be kell tartani. Ez a tudás, ez nem veszik el, ez később felnőttként igen hasznos lesz. A sátoraljaújhelyi tűzoltók délelőtt 10 órától egészen késő délutánig várták a gyerekeket és természetesen a családokat. 12 görögkatolikus gyermek volt első áldozó a sátoraljaújhelyi templomban. A fiatalok számára a hosszas felkészülés után elérkező szentségben való részesülés, valóságos találkozás Krisztussal a katolikus hit szerint. Az első áldozás előtt a gyermekek részesülnek a bűnbánat szentségében is, hogy tiszta lélekkel fogadhassák szívükbe Krisztust. Az első áldozás az egyházi közösséggel is megerősíti a fiatalok kapcsolatát. Az eukarisztia során a katolikus hit szerint a kenyér és bor színe alatt valóságosan jelen van Krisztus, hiszen a szertartás során átlényegülés történik, ezért az egyik legfontosabb szentség az egyházban a szent áldozás. A megfelelően felkészített fiatalok számára nagy lépés a vallásos felnőtt élet felé, mikor először gyónnak és áldoznak. Idén 12 görög katolikus fiatal részesült ebben a szentségben a sátoraljaújhelyi templomban. Az oltári szentségben Jézus valódi jelenlétét ünnepeljük, ez legfőképpen a szentmisében van így, a templomainkban az oltári szentség színe alatt, a kenyér és a bor szín alatt őrizzük is, hódolunk is az üdvözítőnek, sőt még a betegekhez is elvisszük. Egy szoros személyes kapcsolatot, amit az utolsó vacsorán kaptunk ajándékba, egy olyan valódi, reális, igaz jelenlétet, amelyben az ember szavak és nagyon egyszerű gesztusokkal Istennel kerülhet kapcsolatba. Ezt a titkot jelenti az oltári szentség. Tóth Ferenc parókust arról kérdeztük, a gyerekek számára milyen jelentősége van az első áldozásnak és az arra való felkészülésnek. A hittanórákon, az első áldozásról közvetlen előkészületen is számtalan olyan élmény éri őket, egyénileg is, közösségben is, amivel nem csak saját felfedezést tesznek, nem csak úgy járnak, mint egy kiránduláson a virágszedő, aki elkalandozik és talál magának egy szép virágot, hanem ők együtt találnak olyan kincseket, amit addig mások őriztek. Ezután is mások is fogják a templomi közösség, a hívő emberek őrizni, de ők is közelebb kerülnek ezekhez a kincsekhez, és ők is úgy nőnek föl, úgy fogják a kezükbe, a szívükbe ezek a kincseket, hogy most már nem csak használója, hanem őrző is. Az imádságoknak, az énekeknek, a templom szimbolikájának, a szertartás történéseinek. Éppen nekem a szertartás közben megakadt a szemem valakin, aki kisgyerek volt, amikor én innen elmentem, most meg anyuka. Ez többször megelevenedik bennem ezekben a hónapokban. Parókus kiemelte, hogy az idén első áldozók épp 12-en voltak, mint az apostolok az utolsó vacsorán. Úgy reméli, hogy a gyerekek megsejthettek valamit abból, hogy az a közösség, ami összegyűlt ezen a napon, egy értéket hordozó közösség. Nagyon áldottnak érzem magam, hogy megadatott nekem, hogy a kisebbik lányomat a mai napon elkísérhettem a templomunkba, és jelen lehettem az első áldozásán. Katolikus családból származunk, és nekünk nagyon fontos a hit, a hitünk megélése, az egyházhoz való tartozás, és nekünk ez a legnagyobb ünnep, amit ünnepelhetünk együtt. Hiszen a mai napon részesei lehettünk, hogy az evangélium valósággá válik a kislányunk életében, és valahogy ez a felnőtt korba való bevezetést is jelenti, hogy megélheti valóban a Jézussal való találkozást. A szertartás után a gyermekeket és rokonságukat kötetlen beszélgetés és szeretett vendégség várta a templom udvarán. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Gyermeknap, színes programok sátoraljaújhelyen. 17. alkalommal rendezték meg a Zemplén Társas Tánc Fesztivált és koreográfus versenyt. Mazsoret Fesztiválra várták a családokat a hétvégén. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel a megszokott időben holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak meg velünk akkor is, viszontlátásra!